Sziasztok! Nézzünk bele a kártyákba, mi segít-e neked ebben a lélektárs kapcsolatban. Hogyha egy lélektárs kapcsolatban vagy, akkor tudod, hogy ez nagyon sok kihívás is neked, nagyon sok fájdalmat felhoz benned a lélektársad, és nem tudod néha elérkezel egy határa, és nem tudod, hogy hogy alakul tovább, mi segít-e neked, mit kell, hogy tegyél. Nézzük meg a kártyákat, mit mondanak neked. Hó, hát az állandóság jött ki, az azt szimbolizálja, hogy az állandóság nagyon fontos, hogy arra gondolj tényleg, hogy beteljesül, hogy a házasságra vagy egy komoly kapcsolatra koncentrálj, és hogy elengedd ezeket a csalódási dolgokat, a félelmeket is, inkább a szerencsére, hogy milyen szerencse lenne, ez arra összpontosíts ezzel a lélektársal kapcsolatban. Szóval, hogy elenged tényleg a csalódásokat is lehet egy múlt kapcsolatból, az segíte neked, és hű legyél önmagadhoz, valamint, hogy felépítsél itten dolgokat. Úgy látom, hogy felépítsd ezeket a dolgokat, hogy ebből lehet valami, arra összpontosíts, és lehet, hogy visszaemlékszel a múlt életi dolgokra is, és úgy látom tényleg, hogy ezen kell, hogy dolgozzál, és azen kell, hogy dolgozzál, és ezen kell, hogy kinyissad tényleg a szívedet, és ezt le is írjad, hogy mit érzel, hogy mit kell, hogy elengedjél. Lehet, ezt le is írtad a múlt teli holdnál, és tényleg, hogy megnézd mind a két oldaláról a dolgokat, az állarc vagy a maszk, az is lehet, hogy azt szimbolizálja, hogy tényleg el kell a dolgokat, hogy engedjed, és tényleg egy új irányt kell, hogy egy új irányba kell, hogy lépjél, hogy ebből legyen egy új kezdet. Szóval máshogy kell, hogy cselekedjél, mint eddig, hogy ebből legyen velem valami. Itt kijött tényleg az univerzum segít, a csillagok kísérnek tégedet, és ez a mély lelki kötődés is szintén kísér tégedet, és itt be fog teljesülni valami közöttetek, ebben biztos vagyok, csak engedd el a bizonytalanságot, az is nagyon fontos, hogyha ilyen bizonytalan vagy, az nem segít-e neked. Szóval sérelmek. Mi van a sérelmekkel? A sérelmeken túl kell, hogy lépjél, hogy kell, hogy erős legyél, úgy gondolom, és ez már hosszabb ideje így van, hogy ezen már el kell tényleg, hogy túl kell, hogy lépjél, és úgy látom itt a hold. A hold az azt szimbolizálja tényleg, hogy hát a félelmet is el kell, hogy engedjed, és tényleg, hogy belemenj ebbe az érzésbe, a vonzó energiába, mert hogyha te ezt úgy eldöntöd magadnak, hogy bevonzod a lélektársadat, akkor segít neked a szerelem, hogyha kinyitod a szívedet, hogyha olyan gondolatokkal fordulsz hozzá, és én úgy látom tényleg, itt az is játszik szerepet, a felismerés, az a belső bölcsesség, akkor te ezt már tudod, hogy te vágysz te rá, hogy őt meg is fogod kapni, és meg fogsz érkezni teljesen otthonodba, önmagadba, ezt tudod, ez segít-e neked, és akkor el tudod engedni eztet, hogy most hogy is döntsél, ezt a döntő képtelenséget el tudod engedni, és akkor teljesen arra összpontosítsz az új kezdetre, ez a gólya mindig azt szimbolizálja, hogy tényleg akkor beindul valami, jönnek a dolgok, összejönnek, és ez tényleg sorsdöntő dolgok alakulnak itten, és én azt látom még itt tényleg, hogy hát egy kicsit nyugtalan vagy, azt is el kell, hogy engedjed ezt a nyugtalanságot, valamint a nehézségeket, és azt is, hogy mindent kontrollálj, hogyha valamit úgy nem tudsz, és akkor meg fogod találni tényleg a nyitját, hogyha ezt odaadod tényleg az univerzumnak, és azt mondod a sorsnak. A sors könyvébe le van írva közöttünk. Nézd, akkor jön a lélektársad, és ő is változik a gondolattal irányodban, és majd meghív tégedet, ez segít neked, nézd, itt vagy te is,
Hát ez szuper. Szóval, hogy valamit kell, hogy változtassál. Akkor beindul ez a szív útja, és azt látom, mélyebb lesz ez az egész itt közöttetek. És ez az egész blokk le fog állni, ez a harc, ez a belső harc, te benned is, hogy bánt veled, stb. Ezt el tudod engedni, és én úgy látom, hogy ezen keresztül átléped a nehézségeket, és felismersz dolgokat kívülről is nyilvánosan, és én azt látom, hogy szívből szívbe tudtok egymás irány nyitni, tudtok ezen a hídon átvenni, és azt látom tényleg, itt azt látom még valójában, nagyon szenvedélyes, hogy elindul itt valami, nagyon szenvedélyes, és úgy látom, hogy gyógyulni fognak ezek a dolgok közöttetek, ez segít neked, ha változtatsz valamit. Hát remélem megtaláltad magad, ha így volt, írjátok be kommentba, köszönöm nektek, legyen csoda szép napotok, sziasztok!